A Diakónia Keresztjén Alapítvány idős gondozó szolgálata találkozót szervezett a megsegítettjei részére Középajtán. A résztvevők előadást hallhattak az Alzheimer-kórról, majd a találkozó szeretett vendégséggel zárult. Kedves testvéreim, szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves mindnyájukat. Örömmel tölt el az, hogy ezen a mai napon itt a Középajtai Református Egyházközség termében fogadhatjuk a házi beteg gondozásban résztvevőket, másokat is, érdeklődőket, és köszönthetjük mind azokat a drága diakonissa testvéreinket, akik hihetetlen munkával, őszintességgel, odaadással végzik azt a szolgálatot, amit nekünk el kell végezni. Drága testvéreim, az öregség az mindenek ellenére, testvéreim, nem valami büntetés. Sokszor bizony lassan úgy járjuk az életünket, hogy azt mondjuk, hogy az idős kor, főleg, hogyha az még betegséggel, tehetetlenséggel is jár egy kicsit az életben, akkor az Isten büntetése már, mikor lesz ennek vége már, miért büntet éppen engem az Úristen. De ez nem büntetés, hanem az időskor, az esztendőknek a sokassága, az tulajdonképpen egy ajándék, egy csodálatos ajándék, mégpedig Istennek az ajándéka. Drága testvéreim, a Zsoltárból még kiderül az, hogy ez nem csak ajándék, az öregség, az éveknek a sokasága, hanem terhet is jelent. És én azt hiszem, hogy ebben egyetértünk. Mert eljön az ember életében az az idő, amikor lassacskán fogy. A fiatalsággal együtt fogy az erővel együtt fogy a munkabírás, a munkabírással együtt fogy az, hogy az ember idegesíti magát, hogy ezt is meg kéne csinálni, ott is még annyi mindenféle rám vár is, el kéne végezni, nem tudom megcsinálni. Ami egy fiatalnak természetes, ami fiatalkorban természetes volt, az az idős embernek egyáltalán nem az. Az idős emberen könnyen erőt vesz a félelem. Igen, félelem a magánytól. Hiszen ott, ahol még férfeleség együtt öregszik meg, ott még egymásnak segítségére lehetnek. De bizony, testvéreim, tudjuk, látjuk, érezzük azt, hogy ez nem gyakori dolog, és akkor az ember egyedül marad. Mindenki fél a magánytól. Félünk a betegségektől. Félünk a kiszolgáltatottságtól. Félünk attól, hogy Istenem csak éppen ágyba ne kerüljek. Hányan elmondjátok, hányszor elmondjuk, és érezzük mindezt a félelmet. És félünk, testvéreim, a haláltól is. Ha ránk nehezedik az öregség terhe, akkor ezt őszintén be kell vallani. Szabad nekünk ezt elmondani. És el is kell mondani Istennek. Úgy, ahogy a Zsoltáros teszi. Sokszor az ő imádságában, máskor pedig este mielőtt álomra hajtjuk a fejünket, el lehet mondani. Azt mondja Zsoltáros, és olyan szép imádsága ez, hogy ne vessel engem az én vénségemnek idején. Aztán testvéreim, fontos dolog megérteni azt, hogy az öregség szolgálat is. Akármilyen modern világot élünk, tele van minden most már különféle technikai eszközökkel. De higgyétek el, higgyük el azt, hogy a kicsi zsenge gyermek lelke, ami öreg, remegő hangunkkal, szavainkkal, sokkal jobban fel tudjuk készíteni, sokkal jobban el tudjuk őket irányítani arra, ahol megérti,
hogy ebben az életben minden lehet, de egy dolog nagyon fontos és nagyon biztos. Istenbe bízni, az ő segítségét megérezni, az ő segítségének, az ő kegyelmének a jelen valóságát beültetni a gyermekeknek, unokáinknak, dédunokáinknak a lelkében. Óriási feladat és óriási szolgálat. Nem szabad erről lemondani. Nem kell azt mondani, hogy én olyan öreg vagyok, én olyan beteg vagyok, én már semmire sem vagyok jó, semmit nem ér az én életem. Nem. Testvéreim, meg kell látni és meg kell találnunk azokat a kicsi pontokat, azokat a kicsi helyzeteket az életünkben, amikor Istennek, gyermekeinknek, unokáinknak, embertársainknak szolgálhatunk. Aztán az öregség készülődés. De nem a halálra, testvérek, a hazatérésre. Nem kell úgy vegyük, mert a Zsoltárban is ott van már a feltámadásnak a reménysége. És Jézus Krisztus, ő már elmondja, és mi új szövetségi emberek vagyunk, és tudjuk, hogy ő elment, hogy helyet készítsen mindannyiunk számára. És végül, hadd mondjam el azt, hogy az öregség az kegyelmi idő. Mire gondolok? Idő, amit azért kapunk Istentől, hogy minél érettebben, minél hajlottabban, minél több esztendővel a hátunk mögött bölcsebbek legyünk, és elrendezzük a mi dolgainkat Istennel és egymással. Soha ne felkészületlenül érjen bennünk esetleg az, amikor Isten szólít. Légy hív, hűséges, mint halálig, s néked adom az életnek koronáját. Kívánom, hogy mindannyiunk életében így legyen. Amen. Kedves testvéreim, akkor most az ifjakat, a gyerekeket hallgatjuk meg azért, hogy aztán ők tudjanak visszamenni az iskolába és folytatni a szolgálatukat. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, szívem csendben. Lepereg gyorsan, mint száraz falevél. Forró nyár után jön ősz, s hideg tél. Álmatlan éjszakák, ködös hajnalok. Az ifjak nem is sejtik, milyen gazdagok. Szép gyermekkor már csak távoli álom, remeg a kéz,
s a lépés tétova. Hátadra sújt a kínuk ostora, hogy a remény, s gyűlnek a bajok. Az ifjak nem is sejtik, milyen gazdagok. De ki ma ifjú, ne feledje el, felette is elsuhannak az évek, és egyre halkul a vidám ének, sóhajjá válnak zengő dallamok, kik lélekben ifjak, csak azok boldog. Fenn a csillagok felett, halleluja, amen. Boldog lelkek zengjenek, halleluja, amen. Aki itt elfáradott, aki hordoz bánatot, azt a béke várja ott. Halleluja, amen. Több mint 10 éve dolgozom, ugyanúgy, mint a kolléganőm Kinga. Az Alzheimer kór megelőzéséről készítettünk egy előadást. Arra gondoltunk is, úgy érzékeltük, hogy nagyon sok embert érdekli ez a betegség. Sajnos nagyon sok embert érinti is ez a betegség, és már fiatalokat, akár az én korosztályomat is riogatja, tehát hogy pontosabban mondva félnek ettől a betegségtől. Azt szokták mondani, hogy csak az ne legyen. És nagyon sokszor az van, hogy azért is félünk ettől a betegségtől, mert nagyon keveset tudunk. Nem csak mi laikusok, hanem még a szakemberek is keveset tudnak. Úgyhogy ma itt erről fogok beszélgetni, hogy hogyan lehet erről ezt a betegséget, mit lehet tenni, hogy megelőzzük, vajon tehetünk-e valamit azért, hogy megelőzzük. Sokszor minden olyan tünet, ami az idős korral jár, nagyon hasonló ez az Alzheimer betegséghez, ezt meg fogják látni, de azért is jó, hogy beszélgetünk erről, mert akkor legalább tisztul a kép, és tisztul az a homály, meg az a nagy félelem ezzel a betegséggel kapcsolatosan. Pár összehasonlítást írtam ide, hogy akkor hogyan hasonlítsuk össze a normál elváltozást, ami az idős korral járhat, és az Alzheimer betegség korával jellemző tünetek közt mi a különbség. Tehát az, hogy nem találjuk a kulcsunkat például. Hát nagyon sokan jártuk úgy, hogy a kapukulcsot, az autókulcsot nem kapjuk, és hova tettük is akkor, vagy a mobiltelefon, mert most már elég sok embernek van, hogy hol is van a telefon, és keresgéljük. Ez egy ilyen normális tünet. De például az Alzheimer betegeknél nem csak az, hogy nem találják, hanem olyan azért is nem találják, mert olyan furcsa helyekre rakják, rutinszerűen teszik el a mobiltelefont a hűtőszekrénybe például.
nem jutnak eszünkbe általános nevek, szavak. Tehát, hogy nem jut eszünkbe az unokánknak, a nagynéninek, vagy mit tudom, hogy kinek a neve. Például az én nagymamám is nem volt álcelmekörös, de idős volt. Felsorolt az összes unokájának a nevét, ameddig végre azt mondta, hogy akkor Enci. És rendben volt, de hogy nem jut eszünkbe. Ez is azért ez egy elég normális állapot. De hogy az Alzheimer-es betegeknek, a hétköznapi tárgyaknak a nevei nem jut eszükbe, és bármennyit gondolkodnak, nem fog eszükbe jutni az unokájuknak, akár a férjüknek, feleségünknek, akikkel együtt élnek, nem jut eszükbe a neve. És felcserélik a szavakat, tehát hogy nem megfelelő szövegkontextusban használják azokat a szavakat, tehát hogy értelmetlenül beszélgetnek magyarul elmondva. Számunkra érthetetlen lesz. Rövid beszédkiesési témák. Tehát beszélgetünk valamiről, és akkor meg kell kérdezni a beszélgető partnert, hogy mit is mondtam, hol is hagytam abba? Tehát úgy elfelejtjük. De az Alzheimer-es betegnek sokszor egy egész téma kiesik. Tehát, hogy például, hogy reggeliznek, vagy étkeznek, és ahogy befejeződött az étkezés, utána azt mondja, hogy napok óta nem ad nekem senki enni. Tehát itt most engem senki nem kínál meg semmilyen étel, pedig akkor fejezte be a reggelit. Megváltozik a hőérzetünk. Tehát az, hogy idős korra fázikonyabbak, azért figyelnek arra, hogy megyünk a templomba, legyen ott az a kabát a hátunkon, mert azért most, mert hogy miért van ez? Mert hogy megváltozik az anyagcserénk és a vérkeringésünk. Tehát, hogy az már nem annyira jó, és akkor fázikonyabbak vagyunk. Az lelassul, és akkor fel kell vegyünk valamit magunkra. Mindezért tudunk tenni, például a napi mozgással is serkenthetjük ezt. Az Alzheimer betegeknél viszont ez teljesen összekeveredik. Ha már láttak ilyen beteget, akkor nagyon-nagyon fel vannak öltözve, akár 40 fokban, 3 szoknyában és 2 kabátban, vagy teljesen levetköznek, és mesztelenül elindulnak az utcán. Azért, mert nem tudják, nem érzékelik azt, hogy milyen időjárásra nincs szégyenérzet, meg ilyen, ezek mind-mind a múlté. Tehát az agyuknak az a része, az elsorvat, az már nem tudja, hogy mi az, hogy normális. Tehát nekünk az előfordul, hogy nem találjuk a receptet. Keressük, leírtam a szomszédasszony munkadóta jó receptet, vagy nem találjuk egyik kerti eszközt, hogy mondjak olyan is, ami a férfiakra jellemző esetleg. Hogy nem tudják, hogy hova tették azt a kapát, vagy már pedig itt szokott lenni, itt van a helye, de nem oda tettem. Hát az Alzheimer beteg nem tudja, hogy egy kapával mit kell kezdeni. Tehát nem tudja, hogy azzal mit kell csinálni. Vagy az, hogy nem tudja követni a receptben az utasításokat, a cukrot összekeverni, a tojás sárgájába, fehérjét felverni, habbá. Ezt nem fogja tudni követni az utasításokat, ami van a receptben. Tehát nem tudja ő elkészíteni azt, ami a receptén. Az Alzheimer korral az agynak egy elváltozásáról, sorvadásáról szól, és egy beszűkülésről mai napig nem tudják bebizonyítani, hogy konkrétan mi az oka, hogy ez öröklődött-e, vagy nem, vagy hogyha ezzel, vagy azzal táplálkozunk, vagy hogyha ilyen, vagy olyan életet élünk, akkor ez most minket fog-e érni, vagy nem. Tehát nem tudják mai napig a kutatók bebizonyítani, hogy konkrétan mi váltja ki ezt a betegséget. Azt is kiemelném, hogy aki ilyen családtag mellett él, aki ilyen családtagot gondoz, annak nagyon-nagyon nehéz. És hogyha ismernek olyan ember környezetükbe, akik ilyen családtagot gondoznak, és együtt élnek ilyen beteg emberrel, inkább vele foglalkozzanak. Inkább őt látogassák, és őt támogassák, a hozzátartozót. Mert annak a betegnek, most sajnos, de azt kell mondjam, hogy mindegy, mert neki az állapota legjobb esetben stagnálni, tehát egy helyben fog állni, nem fog sem javulni, sem rosszabbodni, de ez a betegsége már nem fog így hirtelen elmúlni. Viszont annak a hozzátartozóknak a lelki és a fizikai állapota csak romlani fog, hogyha nem kap segítséget, akár az Úristentől, akár a
közösségből valakit, úgyhogy arra bátorítom, hogy szólítsák meg, menjenek el az ilyen beteghez, hívják meg egy kávéró, tudjon egy kicsit kikapcsolódni, és hívják el akár önökhöz, hogy egy-egy találkozzanak az ilyen emberekkel, és meglátják, hogy mennyi jót tesznek saját maguknak, és az előadáron vagy szó lesz arról, hogyha kimozdulnak, és új kapcsolatokat kezdenek kialakítani. Hát amit mondtam, hogy a legnagyobb félelem a demencia és az Alzheimer-kor, hogy ez az idős korral ez automatikusan együtt jár, hát nem jár együtt, és rengeteget tehetünk azért, hogy ezt megelőzzük. És sok kutatás bebizonyította, hogy mégis van megelőzés. Hát mire van szükségünk? Hát hogyha azt kell mondjam, hogy valamire szükségünk, az, hogy valami történjen, valami változtatás, valamit tennünk kell. Tehát előre kell lépni egyet. A fotelből csak úgy, hogy ülünk és gondolkodunk azon, milyen jó lenne, úgy valószínű, hogy nem fog megtörténni a változás, de hogy egy életstílus változtatásra van szükségünk, tehát arra legfőképpen, hogy elkezdjük tényleg komolyan figyelni magunkra, az egészségünkre, de az egészséget ilyenkor azt érzem, nem csak a testi egészségre, hanem a lelki egészségre is gondolok, amikor azt mondom, hogy egészség. Hatféle témát fogunk kibontani, hogy akkor mit is tehetünk ezeknek érdekében, hogy az életünk változzon egy pozitív fele, és úgy, hogy ezt a betegséget megelőzzük, vagy egyáltalán esetleg a folyamatát csökkentsük, mert azt is bebizonyították, hogyha ezekkel foglalkozunk, ezekkel a témákkal, és ezekkel az élethelyzetekkel, akkor a betegségnek a folyamatát lelassíthatjuk. Tehát már elvégeztek ilyen kísérleteket, és igen, a betegek, hogy ezeket így betartották, akkor a betegségük egy kicsit lelassult. Mi ez a hat téma? Rendszeres mozgás. És ki fogom majd egy kicsit bőven, majd fogok erről beszélgetni, hogy ezek mit is jelentenek, mi az, hogy rendszeres mozgás. Szociális elköteleződés, egészséges táplálkozás, mentális serkentés, minőségi alvás és a stressznek a kezelése. A rendszeres mozgás, az egészséges tényleg hozzájárul az, hogy tegyünk a testünkért. És nem arra gondolok, hogy akkor el kell menni, és minden nap kell tornázni egy ilyen klubba, és akkor gyorsan kell úgy, hát ez csak a fiataloknak való. Hát ennyivel azért ne elégedjenek meg, hogy minek nekünk már mozgásat, alig tudom felemelni a karomat. Igen, de hogy vannak azért olyan gyakorlatok is, amit akármilyen, például az ágyban fekvőt is lehet mozgatgatni. És a kolléganők akár mesélgethetnek erről, hogy egy ágyban fekvő beteget, hogyha mozdítanak közben, ide-oda forgatnak, nem sorvadnak el az izmai, erről is biztos, hogy hallottak. A napi 10 perc gyaloglás több, mint a semmi. Rengeteget tehetünk az egészségünk érdekében, napi 10 perc gyaloglás, ez még mindenkinek megy. És hogyha egy újabb dolgot, tehát a napi 10 perc mozgást, hogyha 28 napig csinálják, akkor már ez szokás lesz. Ugyanúgy, mint ahogy a kenyérnek a felszeletelése, jobb kézzel, vagy nem tudom, most mondhatnám, hogy kinek milyen szokás van, hogy minden nap csinál, mert hogy ez a szokás. És akkor, ha 28 napig csináljuk, akkor bizonyára szokássá válhat. Szociális elköteleződés. A szociális elköteleződést arra értjük, hogy valamilyen közösséghez való tartozás. Mert hogy társas lényként, közösségi lényként születünk. Így van megteremtve az ember. És erre van szükségünk nekünk. Arra van szükségünk, hogy emberek családban és emberek között legyünk. Milyen közösséghez lehet itt a középaltán és nagyaltán tartozni? Eljárnak a dalártába, vagy az idősek klubjába, vagy a gyülekezeti közösségre, vagy mit tudom én, milyen közösségek vannak itt, ami a nőszövetségben például. És akkor ezekben ott mindig hallanak valami újat. Ott nem lehet úgy elmenni, nem kell nekünk beszélgetni, nem kell nekünk a főszervezőnek lenni, de elmegyünk és akkor csak úgy hallgatozunk. Sokszor már csak az, hogy valami olyan hallunk, ami velünk is megtörtént. Ah, de jó, ha nem csak egyedül vagyok ezzel.
Sokszor elég ennyi, hogy csak elmenjünk és hallgatózzunk és bólintgassunk, de az is lehet, hogy mi magunk tudunk valakinek egy vigasztaló szót mondani, vagy egy olyan, hogy ne törődjél, mindenre ne gondolkodjál, egy ennyit sokszor elég, hányszor hallottam én is ilyet, és tudom, hogy nekem is jó volt, hogyha elmentem egy barátnővel kávézni, és csak úgy egyet beszélgettünk, és valamiért úgy jobban éreztem magam, pedig különösebb téma nem volt, de hogy úgy lelkileg feltöltöttem. Hát azt is szokták mondani az Alzheimer kor, hogy az agy diabetesze. Tehát a diabetes betegség, ez a cukorbetegség, erről is biztosan sokan hallottak, vagy lehet, hogy szenvednek is ebben. És nagyon sokszor úgy képzeljék el ezt a betegséget, mintha az agyunk cukorbeteg lenne, tehát nem mindegy, hogy akkor mit adunk neki. És az biztos, hogy ez a betegség nagyon szoros kapcsolatban van az anyagcserével. Tehát mind azzal, ahogy nekünk lebontja a szervezetünk azokat, amiket mi megeszünk és megiszunk. Ez a kettő között azért szoros kapcsolat van, mert minden élelmiszernek és italnak valamiféleképpen hatással van az agyunkra is. Tehát milyen tippek vannak az egészséges táplálkozáshoz? Kevesebb cukor. Ezt most nagyon-nagyon sok helyen lehet hallani. A tévében olvasni lehet róla, az emberek elkezdtek, hál' Istennek azért erről beszélgetni, hogy kevesebb cukor. És nem azt mondom, hogy nem kell a cukor, jaj, és akkor fúj-fúj, azt nem, de hogy higgyék el, hogy sokkal több van, mint régen. A nagy választék miatt rengeteg dologban, és nem mindig cukor néven szerepel, mert a cukor függőséget okoz. A szénhidrátok, a fehér liszt, a fehér is, a tiszta félék, mind-mind megemelik a vércukornak a szintjét. Tehát például a cukorbetegeknek azért olyan sok kenyeret és olyan sok laska félét, inkább mondjam úgy, nem ajánlatos, mert az is a vércukor szintet nagyon-nagyon megemeli. És most már a boltba bemegyünk, már sokszor a háziasszonyok sem készítik el a laskát, habár, hogyha mi készítjük a süteményeket, a laskát, és az otthon főzünk, ami itt azért még hogy eléggé megvan, nagyvárosokban már van olyan, és nyugati országokban, hogy nem főznek az emberek maguknak. A bolti süteményben nem biztos, hogy tojás van, csak olyan tojásszerű, olyasmi, mint a tojás. Tehát, hogy ezért is sokkal egészségesebb, hogyha önök készítik el, és erre is megtanítják az unokájukat, mert hogy tudjuk, hogy mi van benne. A negyedik pont az a mentális serkentés. Mit értünk ez alatt, hogy mentális serkentés? Azok, akik nem hagyják abba az új dolgok iránti érdeklődést, tehát a kíváncsiságok nem lankad, hanem azért nyitott szemmel járnak, érdeklődnek. A jó pap is holtáig tanul, azt szokták mondani. Felidézése, régi énekeknek, verseknek, ezek mind memóriagyakorlatok, szövegeknek a megjegyzése és a rímeknek a fontossága, ez nagyon jó hatással van az agyunkra. Minőségi alvás. Már kérdeztek ilyet egyik faluba, hogy akkor mennyit kell aludni. Hát én nem tudom megmondani, hogy mennyit kell aludni, az biztos, hogy az már bebizonyították, hogy az idős embernek nincsen szüksége 8 óra alvásra. A zavart alvás nem föltétlenül az Alzheimer tünetei, viszont egy rizikó tényező lehet, mert hogy az agyunk nagyon-nagyon kifárad, hogyha nem figyelünk oda, hogy időközönként pihenjünk. Felállítottunk egy alvási programot. Na, akinek ilyen problémái vannak, az egy kicsit oda kell figyeljen, és pár napig mindig ugyanabban az órában feküdjön le. Mindig ugyanabban, mindig 9 órakor, vagy 10 órakor, vagy amit eldönt magának, és higgyék el, hogy lassan-lassan visszaáll, megszokja a szervezetünk, és akkor addig mindent szépen elrendezünk. Tehát készülünk, ha van egy program, készülünk arra, nem csak akkor akarunk gyorsan, így vetődünk az ágyba, mert 10 óra, mert az nem fog összejönni. Mert le kell csendesíteni a gondolatainkat és a testünket. Bánjunk okosan a napközbeni alvásokkal. Hát azért az idősek éjszaka nem alusznak már olyan sokat, nagyon korán felébrednek, hát normális, hogy napközben elálmosodnak, kell egy kicsit szundítani, 10 percet, fél órát. Azt ajánlják, hogy inkább a napnak az első szakaszában kell pihenni. A stressznek a kezelése, ez a hatodik pont, amit mondtam, hogy ez egy ilyen nagyon nyugtalan állapot, nagyon sok idegességgel és nyugtalansággal járó állapot.
és ami, ha kitartóan van, és sokszor az életünkben vannak ilyen helyzetek, hogy kitartóan tartanak ezek, akkor eléggé hatással van ez az életünkre. Mit tehetünk, hogy lecsillapítsuk magunkat? Mit tehetünk, hogy lenyugtassuk az idegeskedő, a stresszelő lelkünket? Az, hogy lélegezzünk. És megállunk, és figyelünk arra, hogy lélegzünk. Hány szó van az, hogy akkor csak úgy észre sem veszünk, és felsóhajtunk. És az milyen csodálatosan működik a testünk. Szüksége van erre, mert hogy ezzel ki is engedünk valamit, kifújunk valamit. Arra, hogy kezdünk figyelni a légzésünkre, valami nyugalmat hoz. Minden napra valami olyan dolgot találjunk ki, ami örömet okoz nekünk, amitől mi jól érezzük magunkat. Az újságnak az elolvasása, vagy annak a kávénak, vagy a teának az elfogyasztása, vagy a kertben a hátrasétás és körülnézés, vagy én nem tudom mi az önöknél, de mindenkinek van az életében és a napjában, ha nem minden nap, akkor építse vissza azt, hogy minden nap tegyen valamit, ami örömet okoz, ami önt eltölti boldogsággal és örömmel. Ezek mind-mind a lelki állapotunkra és a stressz állapotunkra jó hatással van. Hát én azt kívánom önöknek, hogy egy kicsit a kíváncsiságukat megnyissa ez a pár óra, amit itt eltöltöttünk, és úgy tudjanak hazamenni, meg úgy gondoljanak erre a napra vissza, hogy tegyenek magukért. Tegyenek olyat, amit örömet okoz, és tegyenek mindig olyat, és igyekezzenek arra, hogy olyanokat tegyenek, amit az egészségüket használják. Én köszönöm szépen, hogy figyeltek, és remélem, hogy tartalmas időt töltöttek.